Üdvözlöm a hallgatókat a Villanyautósok egy órás heti podcastjának aktuális felvételén. Ez a Villanyóra 36. adása, és ma kivételesen péntek van, nem csütörtök, mert a tegnapi napot eljátszottuk Opel Corsa E videó forgatással Balatonparton, és nagyon későn értem fel, úgyhogy elmaradt a felvétel, de most péntek van, és nem is hárman, hanem ezúttal négyen ülünk most a mikrofonok előtt. A vendégünk Lévai Gábor, aki, hát nem is tudom, hogy vezesselek föl, nekem a legfontosabb adat, hogy te vetted meg az első lipemet. És most ott vagy Szöcskéjéknél. Vigyázz ki, mert most egy nagyon, nagyon kellemetlen beszélgetés lehet neked, hogy a szarautot adtál el, csak szólok, hogy így élőben. Vállalom így élőben, nem élő, de majd kivágjuk. Még hozzáteszük, hogy ugye ezt az autót én jelenleg árulom, és... Hát csak jókat tudok hallani róla. Annyira szubjektív, mint egy ismerősöm, aki mindig az Ionicot tukmálja nekem. De nem baj. Hagy. Nem ismerek ilyen ismerős, nem tudom, ti hallottatok ilyenről. Én sem hallottam még ilyenről, hogy Ionicot tukmál. Abszolút. És természetesen itt van velünk Balázs és Szöcske Szűcs Gábor. Sziasztok! Hello, hello. Na, mivel kezdjük? Szöcske, te voltál most a legaktívabb, hogy összeállítsd, hogy miről is kellene beszéljünk. Hogy csináljuk? Én úgy gondolom, hogy kezdjük Gáborral, mert elképzelhető, hogy ő nem tud végig nálunk lenni. Ugyanis Gáborék most itt vannak Miskolcon, de ő alapvetően Pécsen lakik. És úgy gondoltam, hogy ez elég érdekes őt megkérdezni, hogy 24 kWh-s Leaf-fel mégis mennyire nehézkes eljutni Pécsről Miskolcra, és szerintem azt is elmondja, hogy nem ez volt a végcél, hanem még tovább is fognak menni innen. Hát főleg egy olyan lépfel, amit a Tibor már széjjel hajtott, tudod. Alig van a pálcikák benne. És mint tudjuk, pálcikákkal mennek az elektromos autók. Egyértelmű, természetesen. No, mondjam akkor, vagy... Igen, mondjad, aztán majd belekérdezünk. Na, tehát ugye alapvetően ugye, hát Tibor Leafje, úgyhogy most a rosszakat nem fogom elmondani. Ma egyébként voltunk átvizsgáltatni az autót, úgyhogy a vevőjelöltemmel, úgyhogy a szerelők azok szegények nagyon nagy bajba voltak, mert nem nagyon volt mit nézni az autón. Úgyhogy kinyúba találtak két futómű alkatrészt, ami esetleg mondták, hogy hát igazából a rossz utak miatt ezt lehet, hogy már ki kéne lassan majd cserélni. De hogy semmi mást nem tudtak mondani róla. Ugye vicces volt, hogy megnézettük ugye az állapot felmérésen az autónak az akkumulátorát, és hát ugye amikor a Tibortól vettem a Leafet, akkor én is ezt, mint kezdő, rutintalan villanyautós megcsináltam, hogy elvittem márka szervizes átnézésre, ahol megtudtam, hogy hány pálcika van az autónak az akkumulátorából. Tehát figyelj, olajat próbáltak cserélni rajta? Bepróbálkoztak? Nem. Szóval most is ennyit tudtunk meg, hogy hát igen, 10 pálcika van, és mutatták, hogy ez milyen jó. És akkor mondtam a vevőjelöltnek, hogy majd akkor utána majd kimegyünk a parkolóba, és megnézzük együtt a Leafspy-jal az akkumulátort, hogy meg is tudjunk valamit a azért dologra. Ezt talán akkor fejtsük ki, mert nem biztos, hogy mindenki ismeri ezt a Leaf-es történetet, hogyha jól tudom, az van. Én is csak így érintőlegesen, hogy alapvetően az autó elég sokáig 10 pálcikát, vagy hát sokat mutatnám, és a valóságban meg kevesebb van, vagy valami ilyesmi. Úgy van, hogy 12 pálcikája van ugye gyárilag, és ugye ezek az első az 85%-os state of health akkuállapot értéknél ugye megy el, és utána pedig 8%-onként csökken. Tehát most az én autó... Ez az akkúnak az egészségét mutatja, ugye? Igen, hát ugye erre egy hosszú-hosszú vitát lehetne nyitni, ezt most szerintem ne nyissuk meg. Kinyitottam Pandora szerencéjét, jó, tehát hogy azt mutatja, csak hogy próbálják folytatni, aki nem is venni a Leafet, vagy a villanyautókat még, hogy azt mutatja, hogy a gyári eredeti 100%-os töltöttséghez képest, ha mondjuk most feltöltött 100%-ra, akkor az mennyit jelent a valóságban. Ez mindenki is például a telefonjáról, hogy 2-3 év után már mondjuk nem ugyanannyit tud teljes feltöltöttséggel. A villanyautót azért nem kell dobni 3 év után, de nyilván ott is használódik az akkumulátor. Igen, igen. Hát szóval az, amit az autó gondol magáról, maradjunk ennyiben, és akkor nem mondtunk nagy butaságot. Aztán, hogy ez mennyire van közel a valósághoz, ez majd az akkumágosok majd megfejtik szerintem. Lényeg az, hogy amikor vettem ezt az autót Tibortól, massa 3 éve, akkor volt 80% körül ez az autó által számított érték. Most tartunk 76%-nál, tehát 3 év alatt ilyen keveset csökkent ez az érték. Ez a hatótávban, kijelzett hatótávban néhány kilométer eltérést jelent csak.
Tehát nem nagyon érzékeljük ezt az őrületes mértékű kapacitásvesztést, amit minden egyes fórumon ezt szoktak mondani, hogy jaj, úristen, hát a Leaf-eknek az akkumulátora az milyen szörnyű. Szóval nem tapasztalom ezt ilyen mértékben, de most szerintem nem is erről beszéljünk inkább, hanem inkább az útról, mert az szerintem sokkal tanulságosabb volt. Ugye én amikor megvettem Tibortól ezt a Leaf-et, akkor én ugye Pécsre úgy tudtam csak lejutni, hogy Siófokig elvánszorogtam a hetes úton, és akkor a Siófoktól az Dél-Dunántúl egyetlen egy villámtöltőjén, az azóta megszűnt siófoki villámtöltőn tudtam tölteni, úgyhogy éppen hazaértem Pécs mellé a kocsival. Na most ehhez képest, most az elmúlt 3 évben már volt 2 ausztriai utunk ezzel az autóval, most épp a Magas Tátrába tartunk egyébként, így családilag, és döbbenetes tényleg, főleg egy kicsi akus autóval szerintem nagyon nagy a kontraszt a korábbi évekhez képest, hogy tényleg mennyit fejlődött a töltőhálózat az elmúlt, akár csak egy évben. Tavaly itt voltunk Egerben szintén nyaralni, és Egerbe tavaly még ugyanezzel az autóval, az akkori még M3-ason igencsak hiányos töltőhálózattal, hát így éppen sikerült megérkezni, és hazafelé úton még volt, mit tudom én, 1 órás AC töltés is benne egy benzinkúton, ahol volt 1 darab AC töltő, hogy éppen vissza tudjunk vele érni Budapestre. Most ehhez képest tegnapi napon gyakorlatilag folyamatosan tudtunk jönni, várakozás sehol nem volt töltőre, hát nyilván ez a fizetős töltésnek is egy mellékszála, de abszolút azt gondolom, hogy most már nem az a szűk keresztmetszet, hogy akkor hol van a töltő, nem kellett azért külön kitérőket tennem, hogy töltőt találjak, ez korábbi években egy elég komoly probléma volt, tehát nem is az volt a nagy gond, hogy kicsi az autó hatótávja, hanem hogy még adott esetben még kitérőzni is kell, mert úgy adják ki a töltők közti távolságot. És most ez igazából nincs, most igazából egyetlen egy dologra kell odafigyelni, hogy az ember az akkumulátort optimálisan használja ki, tehát hogy ne hajtsam túl, egyrészt, hogy ne melegedjen túl az akkumulátor, mert azért, ha sokat villámtöltünk, az nyilván ennél a típusnál ez egy adottság, de ezzel együtt sem ment vészesen magas értékre az akkumulátornak a hőmérséklete. Tehát igazából azt kell mondjam, hogy ha most ezt évente egyszer kell, vagy kétszer egy ilyen utat megjárni, és valakinek mindenképpen a hétköznapjaihoz jó a villanyautó, akkor abszolút ez egy vállalható kompromisszum szerintem egy ilyen relatíve kicsi akus autónál, amit alapvetően nem erre terveztek. Tehát ezt én mindig hozzászoktam tenni, amikor megkérdezik, hogy mennyire lehet vele messzire menni, hogy hát induljunk ki abból, hogy nem erre való, és akkor már is könnyebb a helyzet, hogy mit várunk el tőle, hiszen én azt mondom, hogy vesz az ember egy ilyen kicsi városi, akár benzinesből egy ilyen pici városi autót, mondjuk egy ilyen Daewoo Matiz kategóriás autót, aztán nem várjuk el, hogy elvigyen mondjuk tengerpartra oda-vissza 140-nel, mert nem bírja hiába a belső égésű, és ugye végtelen a hatótáv, ugye már. Tehát nincs ez a kötöttség. Tehát én azt gondolom, hogy együtt lehet ezzel élni. És mennyire kellett ahhoz igazítani a töltéseket, hogy neked a töltési idő, a töltési százalékok optimális legyen? Tehát, hogy mondjuk elég volt-e mindenütt csak olyan 75-80%-ig tölteni, ameddig még viszonylag korrekt sebességgel tölt, vagy kellett feszegetni a határokat? Hát van, ahol azért följebb kell tölteni, mint 85% vagy 80%. Mondjuk ebben benne van az is, hogy én ezt az utat nem rutinszerűen járom, és nem ismerem azért a domborzatnak a minden azért, hogy most akkor az M3-ason mennyi emelkedő és mennyi lejtő lesz ahhoz, hogy nekem... Tehát a tapasztalat azt mondhatja, hogy én alapból is egy biztonsági játékos vagyok, tehát inkább túltöltöttem, akár annak a rovására is, hogy időben ezzel vesztünk. Uh-huh. Ez egyik. A másik motivációjában, hogy pici gyerekekkel utazok, 3-mal, és... Itt alapvetően igaz az, amit a Szöcske szokott mindig emlegetni, hogy nem az a szűk keresztmetszet a villanyautós családi utazásnál, hogy az autó mit tud, hanem hogy a család igényeihez mennyire tudjuk hozzá passzintani a töltést. Ez tegnap nekünk egészen jól sikerül gyakorlatilag. Nem tudok olyan megállót mondani, amit nem
nem úgy csináltunk volna, hogy egyúttal töltöttünk is. Talán egy fél percre megálltam valahol egy parkolóba egy navigációt nyomkodni, de egyébként minden más megállunk az olyan volt, hogy ott egy olyan helyen, ahol töltünk. És ez is egy tök jó dolog volt, ez eddig nem volt jellemző. Tehát korábbi útjainknál ott azért többször volt olyan, hogy így ment a körözés, hogy akkor jó, most megállunk tölteni, de akkor majd a következő benzinkúton megállunk majd a család könnyíteni a dolgán, meg egyebek, mert a töltőni nem lehetett. Tehát most ez is egy szerintem egy hatalmas előrelépés. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy tök jó helyzet. Már ilyen szempontból, tehát ez nagyon öröm látni, hogy ennyit fejlődik egy akár egy év alatt a hálózat. Ez jó hír Balázsnak, akkor nem kell aggódnia, hogy most mennyit fog elmenni az új autója, amit vesz a támogatás felhasználásában. Azért gondolkodtam, hogy a Binderék most hirdetnek-e nálunk, mert egyfajtában a hálózatot dicsőítjük, ami nagyrészt szerintem ugye a Mobility-nek köszönhető, mert azért nyilván vannak a privátok is, ugye a MOL, a Shell, meg az Ionity. Igen, tehát most itt a képen is, amit megosztottatok, láttam egy MOL töltőnél töltöttetek valahol. Igen, igen, kipróbáltuk az új mobil appot is. Hát kicsit döcögös volt az appnak az indítása, de igazából alapvetően jól működött, csak rá kellett jönni a módjára. Hát még ugye ez egy új applikáció, kicsit kell egy-két dolgot finomítani rajta, de az ügyfélszolgálatnak a javára mondom, hogy fölhívtam, alapvetően pozitívan álltak hozzá, segíteni próbáltak a problémán. Sikerült is tölteni végül, és azért azt hadd mondjam el, ez tényleg pozitívunként, hogy azért jártam Ausztriába is többször is ezzel az autóval, és ott is ugye ott hosszú évek óta működő fizetős töltőhálózatokon is tapasztaltam bizony sajnos olyat, hogy az ügyfélszolgálat egy ponton széttárta a kezét, hogy hát nem tudok segíteni. és azért Ausztriától eszemben nem feltétlenül ezt várja, most nem akarom nevesíteni a szolgáltatót, nem is egy volt, ahol nem sikerült egy roaming kártyával, de nem sikerült a töltés, amit elvileg mind a két szolgáltató elfogad. Hívtam a roaming kártya szolgáltatóját, hívtam az adott töltőnek a szolgáltatóját, és mindenki azt mondta, hogy működik, de gyakorlatban nem működött. És ez mondom, és nem egyszer történt ilyen, hanem ott több ilyen esetünk is volt. És ahhoz képest ez, amit itthon tapasztaltam most ezeknél a töltőknél, ez egy más dimenzió szerintem, tehát és láthatóan fejlődik a történet. Igen, Ausztriában én is így jártam, egyszer kellett volna segítség, akkor sem tudtak segíteni az ügyfélszolgálaton, tehát nem voltam kisegítve. Úgy néz ki, hogy lassan léptünk, vagy későn léptünk be az e-mobilitás piacra, de egy magasabb szinten ezek szerint. Én azt akartam csak mondani, hogy én is múltkor még a 2008-asban megálltam egy kútnál áramot tölteni, és hát a hölgy a shopban kicsit riadt volt, mert ő még ilyet nem nagyon élt meg. Hallott arról, hogy van ilyen a pénztárgépben, de nem tudta, hogy pontosan ez most akkor hogy. Hívta a kutassrácot, aki hát jelenlegesen 22-23 éves volt, már jobban képbe volt, mondta, hogy én vagyok a második ember, akinek ő autót tölt, úgyhogy annyira nem volt profi, de nagyon segítőkész volt, kérdezgetett az autóról, meg tökre érdeklődött az egész iránt, és megoldottuk, és gond nélkül ment a töltés. Úgyhogy mondom, sokat számít az is, hogy mennyire segítőkész az, akivel éppen beszélsz. Én itt az indulás előtt, mielőtt az applikáció elindult, Gödöllőn voltam fotózni, és mikor látta a kutas, hogy mit csinálok, meg hogy applikációval intom a töltés, ott annyira lelkes volt, hogy én magam éreztem kellemetlen helyzetben, hogy most nem tudok neki mit mondani, vagy nem tudok vele komolyabban elbeszélgetni, mert már teljesen be volt zsongva tőle, hogy hú, milyen szuper, és hogy megy, rögtön hozta a tacepaókat, amik ki volt adva feladatnak, hogy kiragassza, megoldotta, hogy én lássak mindent, ott legyen a QR-kód, itt ki tudjam próbálni, szóval le a kalappal. Úgy néz ki, hogy akik ott dolgoznak közülük, sokan kezdenek így ráérezni erre, hogy ez lesz az irány, amit megkövetni kell. Hát meg ez tök jó, nem? Mert mindig azt beszéltük, hogy persze jó, hogyha vannak végre töltők, de hogy jó, hogyha nem a puszta közepén lenne a semmiben, hogy egy WC nincs. Egy kultán meg tudsz kajálni, tudsz mosdóba menni, végig csak itt a kulturált körülmények között még ha horror áron is, de hát ez ezzel jár. Meg hát ugye nem kell feltalálni a kereket mindig, mert ugye a benzinkutak már eleve tök jó helyeken vannak, optimális ahhoz, hogy áramot is tudják tölteni, az csak a bónusz lesz, hogy ugye a villanyautónál, hogyha vannak ilyen destination chargerek, ami
hogy is hívjuk magyarul ez a célállomás. Célállomás, hogy rendszerben köszönöm, még eddig elfelejtem, hogy milyennek a hivatalos. Szóval, hogyha egy étterem, strand, múzeum, állatkert, ilyesmi mellett van egy töltő, az csak egy bónusz, amit ugye egy belső égésű motoros autóval nem tudsz megcsinálni, viszont itt igen. Igen, és hányszor kellett tölteni, hogy Pécsre eljussatok? Most gyorsan számolnom kéne. Az biztos, hogy jóval többször, mint az útvonaltervezőmmel eredetileg kalkuláltam. Tehát nem tudom, hogy szabad, nem szabad mondani a nevét, gondolom, hogy... Nincs hát, tiltott szó, úgyhogy nyugodtan mondhatod, nem tudom. Hát ugye ez az a Better Route Planner nevű applikációval terveztem eredetileg az utat meg, hogy azért mégis nagyjából lássam. Ugye Pestig nekem azért rutinszerűen megy, mert ugye a 24-es lift bármely, azt mondjuk, hogy ingázós autó, meg városi autó, egy Pécs-Budapestet én azért rutinszerűen lenyomok adott esetben egy nap, és ott tudom, hogy mire képes az autó. És ott mennyire kell visszamenned, ott ilyen 90-nel mész az autópályán, és mindenki anyázik, vagy azért mondjuk egy 100-110-zel lehet? Nekem az az alapvető stratégiám ezzel a kocsival, hogy autópályára akkor megyek föl, hogyha ott az útvonal rövidebb, mint az országút. Mert az autópályán, most csak 90-nel megyek, igazából nem az a tapasztalat az M3-ason is az volt, hogy nem tartom föl igazából a forgalmat vele, de azt nem szerettem játszani, hogy most akkor jól lehet menni 80-nal az autópályán, de nem akarok a kamionosokkal sem kiszúrni. Az országúton viszont az a helyzet, hogy rendszeresen visszatérő élmény, hogy hát nem én vagyok messze a leglassabb résztvevő, hanem még bőven személyautókat is rendszeresen előzgetni kell. Tehát nekem az országút ezzel a kocsival egy kicsit jobb, meg olyan szempontból optimalizáltabban lehet vele közlekedni, hogy ha egy picit a tempón visszaveszek, és nem nyomom neki, akkor kevesebb szer kell tölteni, ugyebár kevésbé melegszik az akku használat során is, tehát magyarán a menet közben is hűl egy kicsit az akkumulátor, és a töltés során sem kell annyi áramot beletölteni, tehát ennél az autónál ez az optimum tulajdonképpen, vagy ez a kompromisszum voltak éppen, hogy az autópályás menetet azt lehetőleg hanyagolom rajta. Ez nem jelenti azt, hogyha adott esetben ott lehet rövidíteni, akkor nem megyek föl a pályára, és nem nyomom 130-an. Most is volt ilyen az M0-áson volt olyan szakasz, hogy az volt az optimális, akkor nem kerülöm meg a félvilágot, hanem fölmegyek az M0-ásra, és akkor ott viszont tartottam a forgalomnak a sebességét, tehát ott nem 90-nel, hanem ott 110-zel, amit lehet tartani, azzal mentem, mert az adta ki. Úgyhogy hányszor kellett tölteni, hát nehéz, most gondolkozom, hogy igazából Budapestig, hogyha Budapestre megyek, akkor egy töltés elég, most kipróbáltunk egy új töltőt Tolnán, és azért beiktattunk még egy töltést, kipróbáltuk, hogyha ott töltünk, és cserébe gyorsabb tempót választunk, akkor jobb, hamarabb érünk oda Dumaülvárosra, de lelövöm a poént, nem. Tehát igazándiból megéri ez a stratégia, amit mondtam is, hogy lassabban megyek egy kicsit, és inkább odaérek a célhoz. Egy picit tovább tart, viszont egy töltést megspóroltam menet közben, tehát ennél itt ezt érdemes megjátszani. Budapesten ott az M0-ás miatt volt Budapest határába egy töltés, meg Budapest másik határába, Maglódon volt egy töltés. Itt is azt mondom, hogy ezt, ha nagyon akarom, akkor meg lehetett volna akár oldani egy ugrással is, csak itt is a Leafnek a sajátosságai miatt praktikusabbnak tűnt két rövid töltés, mint egy hosszú. Meg itt már a családnak egyéb igényeit is figyelembe veszi az ember, és akkor utána volt Maglód után egy töltés tulajdonképpen Nagyfügeden, és azzal már eljöttünk Miskolcra. Az nem tehát... is tűnik olyan borzasztóan a közösségével, mert azért ez akármilyen autóval is egy nagy táv. Igen, hát igen, én ugye ezt az utat azért többször megjártam hagyományos autóval is. A hagyományos autóm az sem egy igazi autópálya szágoldozós. Az a fárasztóbb ez az út, hiába rövidebb menetidőben. Tehát ez egy visszatérő tapasztalatom, hogy, és azért választottam most is a család, tehát ugye nekünk is van hagyományos autóm mellette, az opció mindig nyitva áll, hogy azzal jöjjünk, és igazából a családnál föl se szokott mostanában ma merülni, hogy a hagyományossal menjünk nyaralni, mert igazából ezzel kényelmesebb utazni. Nem zúg, nem rezeg, hát ugye, amit mindannyian tudunk tulajdonképpen, hogy amiatt szeretünk villanyautózni.
És nem kell mondaniuk, hogy álljunk meg a mosdó miatt, mert úgyis mindjárt van egy töltő. Igen. De már jól időmítottak a gyerekek, időmint a szöcskénél, hogy már tudják, hogy mikor szabad a mosdóba menni. Nézik a térképen a Google Maps-et, hogy... Gyerekek is nézik a mobilépi appon, hogy hol a következő. Igen, mindenkinek ott van. Na, csak vigyázzatok, mert ezen mi röhögünk, és van, aki meg komolyan veszi, és tényleg így van. Hogy... Igen, azt még egyszer említsük azért meg, szóval, hogy a 24-es tip nem erre van kitalálva. Tehát az nem egy ilyen országjáró, világjáró autó. Így van. És azért azt rögtön hozzá is tenném, már csak a foglalkozásomból adódóan is, nekem elég sokszor kell azért országban mozogni, és azzal együtt, hogy ez ilyen családi felhasználásra, azt gondolom, hogy tökre rendben van, az üzleti típusú útjaimra, ahol időre kell menni, és időre kell érkezni, és ugye nekem ráadásul, amikor fotózok, akkor a napszakhoz és a fényhez kell igazodnom, ő nem fog megvárni, nem tudok rá telefonálni, figyelj, fél óra múlva később érkezek. Szóval ott annál én még komfortosabbnak érzem a hagyományos autóval való országjárást, és hát nem tudom, nem volt még sajnos tapasztalatom egy Teslával, hogy ezt hogy lehetne megoldani, de félek tőle, hogy még ott is lehet, hogy nekem nem lenne annyira komfortos, de ez megint az én felhasználási köröm, területem, ahol, és azt mondom, hogy ez elég speciális igény, tehát én mindenkinek azt mondom, amikor megkérdeznek, hogy vegyene vele elektromos autót, vagy még várjon vele, akkor mindig azt mondom, hogy ha egyébként az év nagy részén neked ez tökre a profilodba belepasszol, és évente egyszer-kétszer kell elmenned messzire, akkor nem kell rajta gondolkozni, akkor ha belefér, akkor most érdemes váltani, mert jóval több lesz az előny, mint ahány hátránya lenne a dolognak. Tehát én azt gondolom, nem kell nagyon túl izgulni ezt a dolgot. Nyilván lesz majd eljön az a pont is, amikor ma azt merem mondani, hogy árérték arányban van olyan elektromos autó, amivel mondjuk ki lehet váltani egy hagyományos ezért az üzleti felhasználásnál is. Tehát én ilyen szempontból megértő vagyok a más típust választok. Azzal szemben kevésbé, amikor valaki azt mondja, hogy hát neki városba ingáz, és akkor megvesz valami dízelt vagy benzinest erre a célra, és igazából nem látom az okát, hogy miért. Az igen, tehát ennyi a történet. Tehát én nem szeretem egyik végletet sem, amikor mindenre rá akarjuk húzni, de ezzel együtt viszont azt kell mondjam, tehát most már ez a sokadik nyaralós tapasztalatunk, hogyha csak valaki csak ezért szokott messzebb menni, és nem mondjuk a munkája miatt kell rendszeresen országot járni, akkor nem kell most már azon gondolkozni szerintem, hogy elektromos vagy nem elektromos, mert nem kell, tehát... Szöcske, megmondhatod, hogy elég sokat beszélgettünk erről, ugye, amióta megvettem Tibor Leafjét, én annak idején úgy vettem meg, hogy akkor született a harmadik gyerkőcünk, tudtam, hogy kell két autó, tehát akkor az egyik nyugodtan lehet elektromos, mert az többnyire helyben jár, alapvetően ingázásra fog kelleni, és mondtam, hogy hát ha majd kell, akkor majd veszünk mellé egy egyterűt. Na most ennek közel 3 éve, még mindig nem vettünk egyterűt, még mindig megvan az előző autónk, ami egy kicsi autó, éppen befér a család, így a cipőkanállal, de befér. Tehát ha nagyon kell, akkor meg ha biciklit kell mondjuk szállítani, akkor meg lehet vele oldani. De az a helyzet, hogy 3 év alatt nem sikerült találnom egy olyan autót, amire nyugodt szívvel merem azt mondani, hogy oké, akkor ez így jó lesz a Leaf mellé. És félek, hogy el fogunk jutni arra a pontra, hogy nem lesz ilyen, ami mellé igazából, mert tényleg az a helyzet, hogy évi néhány alkalomra jön neki az a helyzet, ahol azt mondom, hogy igen, ott valóban jobb lenne a Leaf helyett egy valami nagyobb, de szerintem elő fogunk eljutni odáig a technikában, hogy ebből elektromosból lesz olyan, ami megfelel erre a célra, semmint, hogy megvegyek már egy hagyományost erre a feladatra. Ennyi. Igen, ezt akartam én is mondani, hogy a legtöbb családban azért, vagy nagyon sok családban is, hogy legtöbb, nagyon sok családban több autót használnak, tehát ahol van egy másik autó, ott az egyik bátran lehet elektromos, hogyha egyébként a felhasználási szokás olyan, hogy rengeteg rövid távon városban. Úgyhogy ezzel abszolút egyetértek én is. És nyilván sok olyan élethelyzet van, amiben nem alkalmas még az elérhető áru elektromos autó Magyarországon. Mert nyilvánvalóan egy Teslával abszolút kompromisszummentesen meg lehet ezt oldani, és azt mondom, hogy már akár egy Konával meg egy Eniroval is teljesen kompromisszummentesen lehet utazni
az országba, tehát azzal már nem kell amiatt aggódnod, hogy fél órát késel a kitűzött fényviszonyoktól, mert oda fogsz érni, de nyilván azok azért a felsőbb árkategóriás autók. Egy dolgot akarok kérdezni tőled, hogy ami engem nagyon érdekel a Leaf-fel kapcsolatban, hogy a töltési teljesítményben tapasztalsz visszaesést ahhoz képest, az időszakhoz képest, amikor elvitted az autót tőlem? Hát most hazudnék, ha azt mondanám, hogy igen, meg azt is, hogyha nem, mert igazából nem figyelem. Uh-huh. Tehát nem tudok erre egyértelmű választ adni. Tehát olyan, hogy érzékelhető lassulás, hogyha erre vagy kíváncsi, nincs. A tehát nincs az, hogy most ő belassult, és mit tudom én, nem hajlandó 30 kW-nál többet tölteni. Nem. Ilyet nem tapasztaltam. Uh-huh. Ugyanúgy, tehát én úgy tapasztalom, hogy ugyanannyi idő alatt tölt föl most is, mint 3 évvel ezelőtt. Uh-huh. Mennyi kilométer van most ebbe az autóba? Csak így a... 135 ezer kilométernél uh-huh. tartunk. És ez egy 2013 elejé autó, tehát 7 éves. Igen, okay. 7 éves, igen. Úgyhogy hát ennyit arról, hogy 3 évente cserélni kell az akkumulátorokat a villanyautókban. Nem, tehát ugye az akkumulátor százalékoknál ezt mondom, hogy ezt nem nagyon érdemes nézegetni, mert mondom, amikor vettem tőled, akkor volt 80%, akkor utána egy télen keresztül szinte maradt ugyanott, akkor utána egy nyáron használtam, akkor többet kellett menni. A Leaf sajátosságai miatt ez az érték, ez nem egy fix érték, hanem ez megy föl-le. Ha sokat áll az autó, akkor lemegy. Most a karantén időszak alatt egy kicsit lejjebb ment, de előtte meg volt, hogy följebb ment, mint tudom, 85%-ra is. Tehát, hogy most az út alatt, amikor elindultam Pécsről, és elértem idáig, ez alatt az út alatt az 5 villámtöltés következtében mentünk fölfelé egy olyan 3%-ot. Azt a mindenit. Tehát mondjuk erre már számítottam, hogy... De nyilván ez megint az autó sajátosságát, ugye ezt, ha jól tudom, az újabbak, a 30-as, meg a 40-es, már 41 kW-os Leaf már nem csinálja. Tehát azért mondom, hogy ennek az értéknek azért nem kezelem ilyen szent grálként, hogy most én rendszeresen nézegetem az applikációval, hogy hol tart-e, és akkor nagyjából a középértéket hiszem el, hogy akkor mennyi az annyi. Mert ugye ez éven belül is van egy ilyen ingadozása neki, tehát most az, hogy mit mutat éppen az autó, az egy dolog, de azért egy valamilyen képet kap az ember róla, hogy oké, okay, most jól, úgy használom, hogy az autó tervezői elképzelték. Mert leginkább erről van szó, szerintem. Egyébként azt lehet még talán megfigyelni ezekből a változásokból, hogy igaz lehet az, amit úgy általában mondanak a litium-ion akkumulátorokról, hogy az első években van egy kicsit nagyobb esés, és akkor utána beáll egy szintre. Aztán nyilván valahol egyszer majd letörik, de hogy addig viszonylag kisebb ütemű csökkenés van ebben a akku állapotban. Igen. De nyilván ez használat függő is. Tehát mondom, ennél a típusnál hatványozottan igaz szerintem, hogyha ha úgy használod, ahogy a tervező elképzelte, akkor lassabban fog csökkenni, ha meg épp nem úgy használod, ahogy kitalálták, akkor meg sokat csökken adott esetben. De ez megint olyan dolog, hogy egy megfelelő használattal meg visszaállítja az ember ezt az értéket. Tehát ugye most utalhatunk ugye a taxiknak az akkuállapotára, ami hát szerintem elég sokan ismernek, hogy azok szenzációsan jónak tudják mutatni magukat, az már azt mondom, az nem feltétlenül reális kategória. És amikor átkerül esetleg civil használatba, akkor meg van egy nagyobb esés, de akkor ott is beáll egy értékre, és az onnantól kezdve ugyanúgy lassabban folytatja lefelé az utat, mint az eredetileg is civil használatú autók. Igen, és ott a taxiknál azért tegyük hozzá, hogyha azt vesszük, hogy azok mennyit futottak viszonylag rövid idő alatt, tehát igazán terhelve voltak mennyi villámtöltéssel, akkor igen, az a szint, amire beállnak normál használat után, az a szint nem olyan rossz. Általán. Igen, egyáltalán nem. Tehát azért mondom, hogy aki attól rettegve nem akar esetleg Leafet venni, hogy jaj, az akkumulátor melegedés, meg mit tudom én, szóval nem, emiatt szerintem nem kell aggódni. Most ha nyilván más lenne a helyzet, hogyha én ezzel az autóval minden héten akarnék mondjuk lenyomni egy ilyen távot,
arra tényleg nem való egyik sem a Leafek közül, tehát ezt most itt lemerem tenni az egyesküt erre, hogy abszolút egyetértek. A 62-es sem használnám erre a célra, noha annak már a hatótávja jó. De hát az, na, szóval nem tudom. Hány kilométer lesz körülbelül most a nyaralásotok? Hát ez jó kérdés, nem számoltam ki. Hát figyelj, hozzátokig eljönni, ez körülbelül 400 kilométer, föl a Tátraig még mondjuk egy 300 körülbelül, és hazafelé meg egy kicsit rövidebb úton megyünk majd vissza, még tudom én, hát egy ilyen 1200 kilométer körül talán. Hát jó utat nektek. Köszönjük. Úgyhogy, de mondom, tehát a tavaly volt Ausztria, magas hágó, ami minden, amit akartok, nem probléma egyáltalán, tehát igazából ott inkább csak az a trükkös, hogy ugye az ember a síkvidékhez szokva, ugye a Magyarországon, tehát így, ha elindulsz valahova egy pici rutinnal, akkor már azért nagyjából tudod, hogy milyen akuszázalékkal szabad elindulni. Hát Ausztriában nem egészen így van, hogy neki indulsz egy 1000 méteres hágónak, és akkor oké, most feltöltöttem az autót, és a következő töltőpont a hágó túloldalán 50 kilométerre van, de vajon a hágó tetejéig mennyi fog elveszni? Úgyhogy... Igen, és ehhez jó azért a Better Loop Planner, amit említettél az elején, mert az viszonylag jól számol ezekkel az értékekkel, nem? Igen. Vagy nem ez a tapasztalat? Hát nem tudom, tavaly még nem használtam a Better Loop Planner-t ilyen hegyvidéki környezetben, mert a tavaly még nem volt annyira kiforrott az az applikáció. Most meg kipróbáljuk a Tátrában, hogy mennyire reális, amit ő mond. Uh-huh. De tavaly még csak PlugShare és Google Maps módon azért navigáltunk, és tippelés, hogy előszedtem a geográfus énemet. Oké, megnézem a magasságot, hogy hova kell fölmenni, és akkor jó, igen, itt Grác után van egy 1000 méteres hágó, akkor itt azért föltöltjük az autót, mert a következő az a völgyben van. De aztán igazából mindig kiderül, hogy túlaggódtam. Tehát, hogy föltöltöttem az autót, és akkor igazából itt a hágó tetején volt 50%, és akkor mire leértünk megint a domb aljába, akkor meg már mit tudom, 70% körül volt, és alig tudtam beletölteni a következő töltővel, azért mert visszatermeltünk egy csomót az elhasználatból. Mi tavaly télen, szintén Grász környékén voltunk síelni a 40-es Leaf-fel, és ott nagyon jól jött a Better Loop Planner-nek a számítása. Én az alapján töltöttem rá egy, azt hiszem egy 20 percet, körülbelül 15-20 percet Grác mellett, mielőtt elindultunk föl a hegyre, és hát én a másik véglet vagyok, aki az utolsó kilovattórákat is kicentizi az érkezéshez. És majd sorbáson esetleg betolnak a töltőjük. Igen, az is előfordul. És így pont fölértünk a sípályához, ahová mentünk, tehát az jó hát volt. Jó, de mondjuk azzal a rutinnal, ami neked van, nem is csodálom, hogy ez ilyen egyszerűen megy. Nem tudom, valahogy én nem... mindig úgy gondolom, hogy amit én választok, az úgy nagyjából jó. Nem, túl sokat nem akarok tölteni, meg időbe se akarok. Aztán hát nyilván van, amikor elszámolom magam. Hát most ez benne van a dologban. De mondjuk ahhoz képest meg túl sokszor nem ragadtam. A hallgatóknak egyébként, aki gondolkozik 24-es Leafen és hatótáv problémái vannak, annak nagyon ajánlom Tibornak az oldalon van egy régebbi cikke, ugyanezzel a konkrét az én autómmal, csináltam még, amikor az övé volt. Azt hiszem úgy van, hogy 24 kWh-s Leaf hatótáv teszt. És akkor is azt hiszem ilyen 85%-os volt éppen az akkumulátorod, ez 2017-ben, tehát 3 évet készült, és akkor el neki indultál az Alföldnek. Igen. Ilyen lépésben, és valami szédületes, tehát ugye akkor is az autóval majdnem 200 kilométernyi hatótávot csiholtál ki, tehát igazából aki aggódik ezen, annak ugye ezt lehet üzenni, hogy lassíts a tempón, és akkor biztos, hogy oda fogsz érni, hogyha nagyon nagy dráma van. Tehát nekem igazából ez nyugtat meg mindig, hogy igen, tehát hogyha nagyon megszorulsz, akkor ezzel a stratégiával lehet nagyon sokat nyerni. És egyébként érdekes ez a lassítós díj. Nagyon sokan ugye azt mondják, hogyha nem megy 150-nel, 160-nal, akkor neki nem is kell a villanyautó, mert 130 alatt ő nem fog tökmörögni az autópályán. Egyfelől értem a megközelítést, mert nyilván sokszor már én is, amikor hosszú autópálya szakasz, és csak négy, már inkább ott lennél, és akkor még mindig csak 110-zel megy, vagy 100-zal megy, vagy akármennyivel megy. De
a 130 is tulajdonképpen csak egy választott sebesség. Most annál is van mindig egy, vagy lehetne egy gyorsabb, választhatnánk egy gyorsabb tempót. Igazából teljesen mindegy, hogy mennyi. Viszont az összes többi közlekedőhöz is igazodva, én azt vettem észre, hogy például egy 100-110-es tempó sokkal megnyugtatóbb közlekedésileg, mint hogyha én próbálok egy 130-as tempót tartani. Tegnap ugye nem voltunk Siófokon a Corsa R-rel videózni, meg most spoilerezek egy kicsit, megnéztünk egy elektromos traktort, amiről majd készül videó jövő héten, talán azt hiszem úgy fog megjelenni majd. És hát 120-130 közötti tempót próbáltam tartani az M7-es autópályán, nem volt nagy forgalom, de így is idegesítő volt, amikor utolértem valakit, akkor igazodni hozzá, hogy nézzem, hogy meg tudom előzni, nem tudom megelőzni, akkor fékezek. Szóval sokkal stresszesebb így menni, mint hogyha az ember beáll egy lassabb tempóra, amivel jobban illeszkedik a többi közlekedőhöz, mert bárki bármit is mond, az autópályán közlekedők jelentős része nem megy 130-al a benzines autóval sem. Én sem szoktam. Egyébként azt meg kell mondjam, hogy amikor a benzinesre megyek, akkor én is 120 fölé nem nagyon tolom. Uh-huh. És még egy dolog, Balázsnak rögtön válaszolnék az autópályás kérdésre, hogy többek között azért szoktam kerülni az autópályát a Leaf-fel, ugye általában ezzel, hogyha hosszabb távon vagyunk, akkor családdal ezzel szoktunk menni. És az a helyzet, hogy az autópálya az dögunalom. Ugye ez az eseteknek a nagy részében. Tehát ott semmit nem lát a gyerek. Viszont ha országúton megyek, akkor mindig van valami látnivaló. Akkor ott egy traktor, ott egy busz, az egyik gyerek egyszerűen az 2,5 éves, tehát ő neki még ezek fontos szempontok. De bármi van, meg hogyha ugye családos emberként, szóval, hogy egy autópályán, hogyha a gyerek elkiabálja magát, hogy apa, vécére kell menni, akkor ugye nem feltétlenül akkor mondja, amikor még van idő, hanem amikor kell azonnal. Na most országúton azért van olyan, hogy megállsz. Autópályán azért ez nem annyira játszik. Tehát ilyen szempontok is vannak. Meg az a helyzet, hogy én a hosszabb távú útjaimnál, és régebben is, tehát amikor csak a hagyományos autónk volt, akkor is rendszeresen csináltuk azt, hogy úgy mentünk nyaralni, hogy egy napra mondjuk 600 kilométernél hosszabb távot nem terveztünk be. Mert egyszerűen a gyerekek nem bírták, tehát így ez nem hiányzik az embernek két visító gyerek a háttérben. Tehát egyszerűen sokkal, sokkal jobban kijött nyaralásos használatnál, hogy azt mondom, hogy ha olyan 600 kilométernél hosszabb, akkor ketté van bontva az út, és valahol megállunk, várost nézünk, megalszunk ott, sokkal. Tehát én mindig azt szoktam mondani, hogy nyaralni megyünk, akkor ugye azért megyünk, hogy kipihenjünk magunkat. Akkor nem az a cél, hogy most 1000 kilométert letoljunk egy fenékkel, és érjünk oda minél előbb, hanem akkor biztos, hogy van útközben is látnivaló, és nem egy sivatagon keresztül megyünk 1000 kilométer. Tehát én amikor mindig mondják, hogy hát de az én dízelem 1000 kilométert letol egy évben, jó, mondom, hogyha most menni kell munka miatt, vagy mondjuk van, aki ugye Németországban ingázik, mert ott dolgozik, és neki 1000 kilométerre van a kvázi a munkahelye, akkor oké, értem, hogy miért választja azt, de én amikor elkezdtem autót vezetni, akkor éppen a feleségem kint dolgozott Németországba, és hát ilyen kétheti rendszerességgel kellett hozzá kijárkálni, de már ez a kétheti rendszeresség is olyan volt, hogy nem, az első alkalommal még végigmentem az autópályán, a második alkalommal már az Alpokban nekiálltam csavarogni. Szó szerint, tehát hogy mit tudom, én Grác után lementem az autópályáról, és akkor elkezdtem a kis mellékutakon menni kicsit, mert hát belefértem még a napba, és ha már ott vagyok, akkor szeretnék valamit látni is, mert az autópályáról nem látok semmit körülbelül. Tehát, hogy így is meg lehet ezt közelíteni, most nyilván attól is függ, hogy az ember hol jár, meg merre jár, de nekem ez a tapasztalatom, meg ez a benyomásom, hogy én a pályára akkor megyek föl bármilyen autóval, hogyha tényleg az a cél, hogy sietek, és oda akarok érni. És akkor nem érdekel, hogy unalmas, de mint fotós, ugye elég sokat kell éjszaka is vezetnem, ott is gyakran előfordul, hogy azt mondom, hogy amikor haza kell jönni egy éjszakai munkából, hogy hát nem biztos, hogy fölmegyek az autópályára, mert akkor ott már az elalvásnak a veszélye az hatványozottan fönnáll. Uh-huh. Országúton azért a szarvasok gondoskodnak róla, hogy az ember ne aludjon el. Na, 40 percnél járunk, ahogy én nézem, vagy 30-alahány percnél járunk. Szerintem időszerűen átérni egy kicsit más témára. Mit szóltok a jogszabályváltozásokhoz, illetve az azok következményéhez
ami a e-mobilitásban történt a héten. Ugye most gondolok itt a Shell döntésére, hogy a Mobility kezébe adta az üzemeltetést, vagy hát az elektromobilitás szolgáltatást, illetve a MOL applikáció, ugye arról már volt szó, hogy neked pozitív tapasztalataid vannak vele, meg hát a Mobility csomagok, díjcsomagok. Hát szerintem először is válasszuk ketté ezt a kérdést, mert egyrészt ott van, hogy ez az új törvény, ez kicsit így ellehetetlenítette az ingyenes töltőket. Elég kevés van már ezekből, de szerintem ez nem volt egy jó pont, hogy ezeket kötelezik arra, hogy beruházásokat eszközöljenek. Ők ugye úgy gondolták, hogy megvettek egy töltőt, fizetik az áramot, és még ehhez pluszban most köstenek szerződést elektromobilitás szolgáltatóval, legyen alkalmazásuk, stb. Tehát ennek a részének én nagyon nem örülök. Szerintem ezeknek kellett volna hagyni valami hosszabb kifutási időt, vagy fennmaradási lehetőséget. Ugyanakkor a már fizetős töltők szabályozásának nagyon örülök. Mármint milyen szempontból szabályozás? Hát annak, hogy például a MOL egységáros, illetve Shell egységáros rendszerét felváltotta a... Igen. Alkalmazással történő használat, nagyon nagy előny, hogy távolról tudjuk látni a töltőt. Erre sokan azt mondják, hogy miért jó ez, hiszen az, hogy én otthon megnézem, vagy néhány órával előtte megnézem, hogy szabad-e egy töltő, az nem információ. Szerintem épp az az információ, ha foglalt egy töltő, mert akkor számíthatok rá, hogy az működik. Nyilván, ha valahol hetek óta nem töltöttek, azzal bármi lehet, de hogyha előttem egy-két órával töltöttek, ott azért még nagy valószínűséggel én is fogok majd tudni tölteni, mert működőképes lesz a töltő. Igen, itt visszatérve arra, amit mondtál az előbb, hogy ellehetetlenítette az ingyenes töltéseket, nem effektíve az ingyenes töltés lehetetlenítette el, tehát nem azt mondja a jogszabály, hogy nem lehet ingyenes töltés, vagy hogy ez nehéz, hanem egyszerűen olyan adminisztratív, meg technikai előírásokat tartalmaz a jogszabály, amit azok a szolgáltatók, adott esetben egy üzlet, egy étterem, egy szálloda, akik tulajdonképpen a saját vendégeik a kiszolgálására, vagy nekik való extra szolgáltatás nyújtásaként telepítettek töltőt, ők nem biztos, hogy meg akarnak ugrani, hiszen ennek extra költsége van. Most, hogyha ő is egyébként is ingyen adja a töltést, akkor miért kellene ilyet még a nyakába varni? Hát sajnos ez egy mellékszála lett, illetve hát, amit már régóta tudunk, illetve sokszor beszéltünk róla, hogy azok a töltők, amiket például a Nissan telepített, akár szalonokhoz, akár önállóan, azok gyakorlatilag hát most még inkább illegálissá váltak, mert újabb olyan előírások léptek életbe, amiknek nem tudnak megfelelni azok a töltők. Így van, örültem volna, hogyha hagynak nekik egy hosszabb kifutási időt, és a meglévő töltőket kevésbé szigorúan szabályozzák, esetleg egy olyan megkötéssel, hogyha pénzt kérnek a töltésért, akkor feleljenek meg a távoli elérhetőségnek, alkalmazásnak, ha viszont ingyenesen biztosítja, vagy esetleg egy korlátozott hozzáférésű töltőről van szó, mondjuk egy hotel vendége, akkor ott igenis maradhasson fent a régi rendszerben. Igen, ez lehetett volna egy jó megoldás. Én is ezt akartam mondani, hogy erről a részéről egyébként lemaradtam. Tudom, hogy beszéltünk már róla, hogy ugye nem annyira fognak ennek örülni mondjuk a hotelek meg vendéglátóhelyek, de most az azt jelenti, hogy akkor nekik is kötelező távolról láthatóvá tenni, hogy szabad-e a töltő, vagy nem? Különben le kell kapcsolniuk? Hát elméletileg, hogyha az ügyfeleik számára, tehát nem saját autókat töltenek rajta, hanem idegenek autóit engedik tölteni a töltőkön, elméletileg, én ahogy olvasom a jogszabályt, ennek meg kellene feleljenek ők is, így van. Ez elég abszurd. Ugyanúgy, mint a bevásárlóközpontok. Tehát például, most nyilván nem akarok neveket mondani, de sok bevásárlóközpont van, ahol vannak töltők. A többségüknél nem elérhető az állapot, ami nem most nem megfelelő per pillanat. Talán egy bevásárlóközpontnál még elfogadhatónak tartom, hisz ők igaz, hogy magánterület a parkolójuk, de mégis gyakorlatilag ugyanazt a funkciót látják el, mint egy bármilyen célállomás töltő, vagy bármelyik publikus töltő. Én inkább az éttermek, hotelek, ahol nem automatikusan bedugásra indul a töltő, hanem mondjuk kisétál a hotel recepciós a saját kártyájával, vagy egyszerűen bekapcsolja, hogy bentről elindítja. Tehát tényleg szigorúan veszik, hogy csak az ő ügyfeleik tölthessenek. Szerintem őket nem kellett volna kellemetlen helyzetbe hozni, és tulajdonképpen mi jelentősége van nekem az ország egyik végén azt tudni, hogy a ország másik végén lévő hotelben tölthetnék-e, vagy sem. Igazából itt a célállomás töltőt
látjátok, emlékszem. Célállomás töltőt még, mint fogalmat kellett volna szerintem ebbe beemelni, hogy azokra ez ne vonatkozzon. Mert ott ugye nem az a lényeg, hogy én oda megyek és 10 percben tovább akarok menni, és erre jó lenne tudnom, hogy arra számíthatok-e, meg szabad-e, ami mondjuk egy támogatható szempont volt, hogy ezt mondjuk a DC töltőknél autópályák mentén az ember lássa mondjuk, vagy akár a városban is az AC töltőknél. De mondjuk azok a célállomás töltők, amikről beszéltünk, hogy hotel, étterem, és én még a bevásárlóközpontot is ide venném, ahol amúgy is pörög non-stop a forgalom, ott ennek semmi értelme, csak mondjuk, hogy ha még le kell kapcsolni, akkor csak kell a töltők száma. Balázs, picit távolabb hajtod a mikrofont, vagy lefelé, fölfelé, nem tudom, sokat huhogsz vele. Köszönöm. Igen, tehát lehetett volna ennek több jó megoldása is, tehát nem feltétlen biztos, hogy egy jó megoldása létezik ennek. Itt most tény, hogy megdrágítja effektíve a célállomás töltés, vagy töltőüzemeltetést, ami összességében nem jó az elektromobilitásnak, illetve nem jó a felhasználóknak, mert azok a felhasználók is, akik használják ezeket, nyilván kénytelenek lesznek többet fizetni a szolgáltatásért, hiszen összességében drágább az egész. Úgyhogy... És mi a helyzet a díjcsomagokkal? Jött az éjszakai töltés? Az éjszakai töltés szerintem jó. Ez gondolom, ennyi volt a pozitív hozzászólás a témához? Én úgy gondolom, hogy azzal, hogy bevezették ezt az éjszakai töltést, új potenciális vevőket kapcsoltak be a villanyautózás, nem is tudom, körébe. Tehát olyan embereknek teszik lehetővé az elektromos autózást, akiknek nincsen saját garázsuk, nem tudnak otthon tölteni. Viszont azzal, hogy mondjuk egy olyan lakótelepen laknak, ahol erre lehetőségük van, mert van ott egy nyilvános töltő, az szerintem nagy előny. Hát mindenképpen én szerintem azon kapta fel kicsit mindenki a vizet, hogy azon háborodott így fel az olvasótáborunk, hozzáteszem szerintem joggal, hogy így valahogy ehhez egyidejűleg időzítve egy áremelés is történt. Mert ugye mindenki arra számított, én legalábbis arra számítottam, mondjuk így, hogy annak, aki alkalomszerűen tölt, mondjuk nincs regisztrálva, természetesen egy jóval magasabb díja lesz, és akkor annak, akinek mondjuk havidíjas, vagy valami feltöltőkártya szerint, tehát valami másfajta rendszeres csomagja van, neki pedig a mostani, tehát még a július elsőjét tarifáknál olcsóbb lesz. Ehhez képest azt látjuk, hogy igazából szerintem egy kávé mindenkinek drágább lett, illetve nagyon autófüggő. Ha olyan autóval mész, ami mondjuk nem tud gyorsan tölteni, mert nagyon sok ilyen töltő ugye perc alapon működik, akkor jól megjártad, mert igen, csak megemelkedhetett a díjad. Igen, én alapvetően a percdíjas töltésnek a híve vagyok, mert ezzel elérjük azt, hogy csak addig foglalja mindenki a töltőt, ameddig arra valóban szüksége van, és így javul a töltő áteresztő képessége, pörög a töltés. Viszont ha kizárólag percdíj, és nincs mondjuk kilovattóra összetevője, és elég magas a percdíj, akkor sajnos nagyon nagy különbségek tudnak kialakulni. Hát épp a Gábor által használt 24 kilovattórás Leaf, ami egy kisakkus autó, kénytelen az ember 80-90%-ra tölteni, még a ma már egész jó töltőhálózat mellett is, hogy odaérjen a következő töltőhöz, innentől az átlagos töltési teljesítménye lassú. De nem csak egy régi autót lehet itt példaként hozni, hanem ugyanez a probléma sok újabb típusnál is felmerül, ahol nem az volt az elsődleges szempont, hogy villámgyors töltést csináljanak, vagy villámgyors legyen az autónak a DC tölthetősége, hanem mondjuk beletettek egy nagyobb akut, és ahhoz képest elég lassan tölt. Itt nekik akár kétszeres vagy másfélszeres díj is kiadódhat kilovattórára számítva, mint egy gyorsan tölthető autóval. Igen, és én is ezt mondom, tehát erről már beszéltünk szerintem mi privátban, úgyhogy ezt megosztatjuk a hallgatókkal, hogy nagyjából egyezik a véleményünk, hogy alapvetően kilovattóra alapú töltés lenne jó olyan szempontból, hogy hát végülis áramot veszek, azért kellene fizetnem a mennyiségre, amit vásároltam, mint minden másért az ember mennyiségre vásárol. Emellett természetesen be kellene vezetni egy percdíj alapú kiegészítést, ami mondjuk úgy szól, hogy 75% fölött, vagy fél óra eltelt, tehát ki lehet erre találni megfelelő megoldásokat, lenne egy plusz percdíja is, ami arra motiválná az embereket, hogy addig töltsön, amíg muszáj, és ne parkoltassa ott az autóját. Bocsánat, én is a kombinált díjazásba tartom talán a megoldást, hogy legyen egy kilovattóra és egy percdíj összetevő, és mondjuk egy
100-120 forint per kilovattóra díj helyett, vagy egy 100-120 forint per perc díj helyett, ha mondjuk egy 50 forintos percenként és 50 forintos kilovattóránkénti díjat vezetnénk be, akkor ez viszonylag átlátható, és úgy gondolom, hogy ez a szolgáltató és az ügyfél számára egyaránt egy méltányos kompromisszumot jelenthetne. Igen, én úgy szintén a kombinált díj szabásnak a híve lennék. Ez az, ami legkevésbé látszik Magyarországon. Talán egy szolgáltatónál van per pillanat jelen, vagy kettő. Úgyhogy de reméljük, hogy ez változni fog. Amit még akartam mondani, hogy ugye itt a díjszabások közötti különbség leginkább amiatt jelentkezik most, mert bárminnyire is jó a töltőhálózat, még messze nem ideális, hogyha tényleg minden bokorban, minden autópálya pihenőben, minden benzinkúton, minden parkolóban lesznek már töltők, akkor sokkal kevésbé lesz ez lényeges, hiszen senki se ellensége a saját idejének. Tehát abban a pillanatban le fogja húzni az autó a töltőről, ahogy már nem a maximális teljesítménnyel tölt. Tehát amikor több időt nyer azzal, hogy átmegy a következő, vagy tehát neki indul a következő szakasznak, és majd a következő töltőnél tölt, akkor meg fogja tenni, nem fogja fölöslegesen tovább foglalni a töltőt, illetve a másik oldalon, hogyha ő egyébként ráér, akkor is lesznek bőven töltők a környéken, vagy akár ott ugyanabban a parkolóban, akkor nem számít, hogy ő most egy töltőt lefoglal abból a 10-ből, ami ott elérhető. Tulajdonképpen a Tesla modell szól erről, hogy a Superchargerek hálózata így épül föl, hogy egy-egy helyszínre tesznek 4, 8, 10 vagy akár 40 töltőoszlopot, és soha nem probléma az, vagy nagyon ritkán ugye ünnepekkor probléma az, hogy most foglalják a töltőket, de akkor aztán meg nem lehet kezdeni. Igen, és saját tapasztalat most ugye megint, hogy a korábbi években ugye azon amikor ingyenes volt a töltés, akkor mindig azon aggódhattál, amikor mentél, ugye nem lehetett távolról látni az oszlopokat, hogy na vajon fog-e ott állni valaki, és ha ott áll, akkor egy órát buktál esetleg egy nagyobb akkus autó miatt, vagy nem buktál. Tehát ilyen szempontból a távoli elérés az egy nagyon nagy előny szerintem, de valóban szerintem a DC töltőknél van ennek jelentősége. Én az ilyen áruházi AC töltőknél ezt teljesen értelmetlennek tartom, és azért az a tapasztalat, hogy amióta fizetős a töltés, azóta nem nagyon tapasztalunk olyant, hogy itt most egymás kezébe adnák a töltő fejet az emberek, bár nyilván láttunk ilyen képet, de tegnapi napnak is ez volt például az egyik nagy tanulsága, hogy mindenhol megyek, és látom, hogy egy helyen volt előre a Dunaújvárosban volt, hogy láttam, hogy foglalt az oszlop, és akkor rögtön már nem oda mentem, hanem a másikhoz. Ez mondjuk egy nagy előny volt. Okay. Igen, most erről az jött eszembe, amikor mondtad, hogy amikor a 24-es Leaf-et használtuk, és Szolnokon keresztül mentünk Hódmezővásárhelyre, akkor én mindig megszavaztattam, mielőtt kanyarodtunk be az utcába, hogy na, akkor kiszavaz arra, hogy állott autó, kiszavaz arra, hogy működik a töltő, és akkor így volt mindig egy kis játék, hogy na, hogy de igen, annak idején, amikor ingyenes volt a töltő, akkor sokkal gyakrabban futottunk bele abba a szituációba, hogy a környék egyetlen töltőjénél éppen állt egy, akár egy Tesla, és akkor várni kellett rá, hogy ez föltöltsön. Hát a másik az, hogy ugye csak úgy lesz árverseny is, hogyha, amit te is mondasz, hogy több töltő lesz, és versenek egymással szolgáltatok. Most azért úgy láttam, hogy ugye a Molnál most van egy elég kedvező ilyen bevezető időszak a nyár végéig, de utána ők is, és mindenki más is egy viszonylag hasonló szintre állt be, ami persze hát valamilyen szinten a benzinára is viszonylag hasonló szintre áll be, mondjuk egy autópályánál azt látod, hogy ilyen horror árak vannak végig a benzinkutakon, mondjuk egy 3,60 helyett 4,20, és akkor mindegyik kút annyi, mert tudják, hogy aki autópályán megy és átutazik, az nem fog ezért egy 20 km-es kitérőt tenni. De mondjuk a városban már bőven az van, hogy látsz olyan kutat, ami mondjuk 3,60 helyett van, amelyik 3,80 helyett a benzint, és akkor meg tudod nézni mondjuk a valamelyik ilyen internetes alkalmazással vagy oldallal, hogy hova mennyire tankol. Úgyhogy ha több töltő lesz, akkor ez talán a versenyt is segíti. Így van, és erre akartam pont kitérni, hogy most egy útkeresés folyik. Most a szolgáltatók keresik azt az árszintet, amin ők maximalizálhatják a bevételüket az adott adott hálózaton, amit ők kiépítettek, amiben beruháztak. Könnyen előfordulhat az, hogy ők hiába vinnék le mondjuk 60 forintra a kilovattóráját a töltés szolgáltatásnak, nem töltenének többen, hiszen akik csak nyilvános töltőn, vagy akik azért használják a nyilvános töltőt, mert éppen akkor nem tudnak otthon tölteni, tehát feltétlenül szükséges,
akkor tehát belőlük nem lesz több attól, mert mellente bitted az árat. És itt most inkább a felső plafont keresik, hogy mi az a szint, aminél azt mondják már az emberek, hogy ennél már akkor nem indulnak el, ennél az árszintnél nem indulnak el az elektromos autóval, hanem előveszik a régi dízelt, és inkább azzal mennek. Ezt az árat fogják megkeresni, én úgy látom, szépen lassan, apró lépésekben menve fölfele, úgy árazva a szolgáltatásokat, hogy ez menjen. És be fog állni, hogy ez hol lesz, ezt senki nem tudja még ma. Lehet, hogy magasabb lesz, és az is lehet, hogy ahogy több szolgáltató lép be a piacra, szépen lassan vissza kell venni, mert azt fogják érzékelni, hogy kevesebb és kevesebb a töltésük egy-egy töltőoszlopon. És az, hogy most beindultak ezek az informatikai rendszerek a MOL-nál is, illetve a Mobility-nél most már azért elég profi szinten működik, ez lehetővé teszi azt is, hogy akár töltőnként, töltőoszloponként külön árazást szabjanak, töltőoszloponként, időszakonként külön árazást szabjanak. Tehát ha azt látják, hogy mondjuk nem tudom, hétvégenként, éjszakánként egyáltalán nincs forgalom valamelyik töltőn, akkor tehetnek oda egy alacsonyabb díjat, hát ha akkor többen veszik igénybe. Örülök, hogy a pozitív... Idegbajt kapnék, hogyha ahány töltő. Egy hálózaton belül legalább legyen egységes ár. Gondolj bele, mész bármerre, és akkor utána ilyen szerencsejáték, hogy mennyit terhelnek a kártyádra. Nem, hát azt te látod az applikációba. Tehát nyilván. Rákattintasz, nem tudom, Miskolcra, vagy elmegy Pécsre, rákattintasz a töltők térképére Miskolc, vagy Pécset, és meg tud nézni, hogy melyik töltőn érdemes most éppen tölteni. Tehát ez, hogyha ha belegondolsz, amit Balázs is mondott, hogy az autópályán teljesen más árszabás van, és ott se tudod előre, hogy most éppen a következő úton, ahol meg akarsz állni, mennyi lesz a benzinára. Tehát ugyanez várható itt is, és ez az informatikai rendszer most már ezt lehetővé teszi, és azt is lehetővé teszi, hogy te intelligensen tudj választani közülük. Tehát nekem azt mondtad, hogy Tibor rögtön pozitív példát mondott, nekem az első dolog, ami eszembe jutott, hogy akkor pénteken délután 2-től mondjuk szombaton délig nyaranta az M7-es mellett, majd nem tudom én, 30 forinttal többe fog kerülni a töltés. Hát ez is nyugodt benne. Lehetsz benne, hogy ez így lesz, tehát hogy ez teljesen... Remélhetőleg majd valaki készít egy Better Charge Planner nevű alkalmazást, ami ilyen tőzsdei... A piacirés. Igen. Tehát ránézek, és akkor egyben látom a 10 kilométeren belül lévő szolgáltatók árát, hogy melyik a legolcsóbb. Igen, itt hagyd abba még az IPO részvény kibocsátás előtt, légy szíves, és majd megcsináljuk ezt az alkalmazást. Jó, ne osszál meg róla többet. De hogy Balázs, amikor most elvitte tőlem a Corsát, akkor azzal zártuk a beszélgetésünket, hogy én dicsértem a Moingau kártyát, amit csak odaérintettem, és like magic elindult az Ionity töltő, és akkor Balázs erre rákontrázott, hogy jé, micsoda innováció, hogy létezik olyan kártya, amit csak odaérintesz, és kifizeti a töltés árát, és hát ugye, hogy erre rákontrázzak megint vagy vissza, hogy ezek az applikációk meg informatikai rendszerek lehetővé teszik azt is, hogy te ugye fölkészülj ezekre, meg mindenféle, tehát hogy lásd előre ezeket az árakat, és tudd, hogy hol mennyit fogsz fizetni, érted? Még hogyha ha a kártyával fizetsz, akkor ezt nem tudnád odaérintenéd, és amennyit levon éppen, levon. Jó van, hát igen. Mármint, hogy a bankkártyával, bocsánat, igen, Balázs tudja, hogy... Igen, mert ez a bankkártyás állandó beszélgetésünk, hogy stílusos legyek, de ugye ez nem a reklám helye, erre van az a reklám, hogy akkor ezek szerint az elektromos autótöltésre ott az applikáció, minden másra meg a Mastercard, ugye? Pontosan így van. Jó. Viszont ez, hogyha kellően sok részvényed van, ez már nem lesz gond a jövőben a kifizetése, mert ugyanis elért az 1200-as, ez szintet, 1200 dollár. Érte, és ott is maradt. Én azt figyeltem, hogy persze felugorhat, de hát azért azt lehetett várni, hogy visszaesik alá. Annak igen, mert hogy már nem volt kereskedés, én is igen, arra számítottam, hogy a nap végére mindenki szabadul 1200-on, és akkor beesik 1200 igen, alá. És nem, sőt, még aftermarketből is kicsit ment föl. Szóval, aki ennyire nem követi az eseményeket, ugye természetesen megint a Tesláról veszünk, és megint a részén árfolyamáról, nagyon érintőlegesen csak azért, mert nyilván most már elmondhatjuk, hogy a legnagyobb villanyautógyártó a világon. Sokszor azt mondtuk, hogy hát a legmodernebb, meg a... Bocsánat, legnagyobb autógyártó. Autógyártó? Nem.
Hát azért ott még nem tartunk, tehát sok autót adtak. Ne, bocsánat, jó, igen, igen, ja. Legértékesebb autógyártó. Legértékesebb, igen. Most igen, én a darabszámra... Hirtelen ebbe az értelembe, igen. Értettem. Darabszámra gondoltam, hogy éves eladat darabszámban most igen. Már, sőt, most már így az all-time listákon is a Model 3 megelőzött mindent, de hogy ugye ezért kiemelt figyelem, mert mégiscsak egy ilyen a Kanária szénbányában a Tesla, és mindenki azt nézi, hogy ha mondjuk a Tesla eladásai zuhannak, akkor na ugye, a villanyautók az csak egy ilyen réteg termék volt, és már nem is kell senki másnak, úgyhogy ezért szoktunk ezzel ennyit foglalkozni. Meg a legtöbb új ilyen cool dolgot ők vezetik be először, úgyhogy ezért meg érdekes is nekünk ilyen kockáknak. De szóval, hogy visszatérünk a Tesla árfolyamra, hogy ez miért jött most elő, mert hát ugye kiadták a második negyedéves eladási egy gyártási darabszámokat, hogy hány autót sikerült átadni a vevőknek, és hát mindenki arra gondolt, hogy hát most azért itt volt ez a nagy hajcihő, ugye a koronavírus körül, gyakorlatilag az elmúlt 3 hónap, ugye a negyedéves időszak konkrétan a felében a központi gyáruk az be volt zárva, ráadásul ugye hát az emberek ilyen helyzetben legutoljára autót fognak, vagy nagy értékű tárgyakat venni, mert mindenki inkább spórol. Most ez annyira így volt, hogy a Wall Street-i elemzők még a hét elején 72 ezer autó átadását várták a Teslától a negyed évben, aztán ugye amikor jöttek a hírek, meg szivárogtak az infók, hogy azért jobb lesz ez ennél sokkal, picit elkezdték emelni a tétet, és már ilyen azt hiszem 74-56-ra emelték, az átlag annyi volt. Ehhez képest több mint 90 ezer autót sikerült eladniuk, ami szerintem egy elég nagy fegyvertény. Főleg azért, mert közben kijöttek más autógyártóknak is a számai, fejből nem fogom vágni, de azt tudom, hogy a BMW eredetileg 30% körüli csökkenést várt, és azt tudom, hogy konkrétan a, jó, hogy mondtam, hogy tudom, aztán nem tudom, hogy vagy a GM, vagy a Ford, egyik másik nagy amerikai, aznap jöttek a számai, mint a Tesla-nak, és nekik konkrétan 30% fölött zuhantak az eladások ebben a negyedében, a Tesla-nak meg év-év összehasonlításban 5%-kal csak. Úgyhogy azért ez elég szép teljesítmény, és még többet is adtak át, mint az előző negyedében. Szóval summa-summárom, voltak ezek a jó hírek, és emiatt kirőtt az árfolyam, erről beszéltünk volna. Tehát a Tesla tulajdonképpen nagyon jól átlagolta a két rossz, tehát az év első két negyedévének a számait, mert hát lehetett volna sokkal magasabb az első negyedév, hogyha át tudnak minden autót adni, de az átadások átcsúsztak, ami tulajdonképpen most megmentette az erőket. Nem vagyok benne biztos, hogy ebben sok volt a tudatosság, ez valamilyen szinten szerencse, meg bal szerencse keverék. Abszolút, igen. Ugye itt igen. Az arra utal Tibor, hogy gyakorlatilag az első negyed év talán utolsó másfél hetében zárták be a gyárat, és ugye nekik mindig a negyed év végén van a legtöbb eladásuk, mert így jön ki a matek, hosszú nem megyünk bele, sokszor írtunk már szerintem róla. Lényeg az, hogy a lehető legrosszabb időpontban volt ez így az átadások szempontjából, és egy ilyen 14 ezer autó várt gazdára a negyed év végén, ami persze ez sosem nulla ez a szám. Tehát érdemes megjegyezni, a legtöbb nagy autógyártónak ilyen több 10 napnyi vagy hónapnyi raktárkészlete van. Tesztenek általában ilyen, tudom én, 10 vagy 20 napnyi, nagyobb cégnek meg van, hogy tényleg több hónapnyi raktárkészletük van. De ez egy gyártónál se nulla, mert hát nyilván ez egy ilyen mesterséges határvonal, hogy mi a negyedév utolsó napján meghúzzuk a vonalat. Közben autók éppen hajón, repülőn kevésbé, de mondjuk vonaton, teherautón vannak, viszik a vevőknek, vagy állnak a szalomba, várják, hogy Józsika hazajön a nyaralásból, és befáradjon az új autójáért. Úgyhogy sosem nulla. De azért ez a 14 ezer ez elég magas volt, és igen, ebben igazad van Tibor, hogy most ebben a negyedében, ugye, minek után még egyszer mondom, 6 hétig állt a központi gyár, 20 ezerrel kevesebb autót tudtak legyártani, mint az előző negyedében, ehhez képest 8 ezerrel több autót adtak el, mint amennyit legyártottak, mert hát volt ugye raktáron márciusról benragadt. Ja, és nem azért ragadt benne, mert hogy nem tudták eladni, hanem mármint úgy nem tudta, hogy nem volt vevő rá, hanem nem tudták átadni. Igen, amit nem tudnak el, azt elviszik a Marianárokba, bedobják a hajókról, ezt már régóta tudjuk, úgyhogy azt nem kerít utólag. Ja. Hát ezzel szerintem ki is végeztük, nem hiszem, hogy nagyon sok Tesla részvényesek úgyis követik, más annyira nem érdekel, de mindenképpen érdekes, hogy talán még ennyit akkor megemlítenék, hogy volt itt egy olyan cikkünk, amit nem is tudom, amikor elég gyorsan zannak az események, pár hete vagy hónapja írtam, hogy a Tesla lett a legértékesebb autógyár ugye a világon, megelőzte a Toyotát, és hogyha az olvasók mostanában néztek sajtót, akkor láthatták, hogy megint kijött egy ilyen cikk, nem tőlünk máshonnan az elmúlt napokban. Most akkor mi történt itt a kettő között, kinek volt igaza? Van egy ilyen kis vita ebben a témában, hogy nem fogom pontosan tudni részleteket, mennyire én se ástam bele magam. Hát a Toyotának vannak valami ilyen, hát ilyen aranyrészvényszerű részvényei, amik nincsenek a kereskedésben, de az egyik matek szerint nem is számolják emiatt hozzá, és ezért a Tesla már
nem tudom én, $300 ezelőtt megelőzte a Toyota-t piaci értékben, vagy kapitalizációban, hogy pontosak legyünk. Mások meg hozzászámolták, és szerintük csak most lépte át. Pont semmi jelentősége nincs a történetnek, csak inkább egy ilyen érdekesség. Igen, mert ezért tegyük hozzá, egy összességében nem reális az, hogy legalábbis a jelenlegi helyzetben nem reális az, hogy a Toyota az kevesebbet ér, amelyik, mit tudom én, legyárt 1,1 millió autót. 1,1 milliót? Ugye? Valahogy hát, ilyesmi. Ha. Ja, ilyesmi nagyságrend. Éves szinten ilyen 10 millió eladásuk van. Ja, ugye az éves, bocsánat, igen, akkor egy nagyságrenddel előttem, éves szinten 10 millió. Igen, igen. Éreztem, hogy valami nem stíme. A Tesla meg, mit tudom, legyárt 500 ezeret, tehát igen, óriási ez különbség van a gyártó között. De ez ugye a kommentok beszélni szokott jönni sokszor, de azért ezt itt hangsúlyozzuk ki, hogy nyilván ez így van, tehát ebben teljesen igazad van, Tibor, hogy ez így nem reális, csak a tőzsde az nem ez alapján működik csak és kizárólag, illetve itt különbséget kell tenni mondjuk a régi már befutott cégek között, ahol viszonylag szerény a növekedés, és a befektetők is azt várják, hogy stabilan hozzák azokat a számokat, alacsony növekedésbe, de egy Toyota az mindig el a 10 millió autót, rossz évben mondjuk 9-et, jóban meg 11-et. Ugyanakkor egy növekvő cégnél, vagy egy ilyen új fiatal titánál, mint a Tesla, a növekedést várják el, és azt nézik, hogy oké, de ha mondjuk kicsit előre gondolkodunk mondjuk 5 évben, akkor vajon akkor a Tesla mennyit fog még addig nőni, ellenben a Toyota meg mondjuk, ha lemarad a villanyautózás cégnek, akkor lehetséges, hogy csökkenni fog. Így van, így van. Még egy dolog, amit akartam kérdezni, hogy ugye ma reggel egy hírunk volt ez a berlini Gigafactory építésnél, hogy kimarad belőle az akkumulátorgyár, erről tudunk valamit? Ezt nem igazán tudom. Értettem. Nem volt időm megint, nagyon szépen köszönöm a hiánypótlást, Szöcske, talán te írtad meg? Igen. Köszönöm szépen, hogy gondoltál erre, a olvasóinkat izgalmat tartja biztos ez a kérdés. Nem volt rá időm egyszerűen vele foglalkozni, de ez nekem is feltűnt, ugye az történt, aztán majd mondta, hogy te mit olvastál róla, amint én olvastam róla, az igazából ugye Németországban elég publikus ez a gyárépítési folyamat, mindenfajta ilyen anyagot, papírt be kell adni a hivatalnak, akik hogy nem kirakják rögtön az internetre, és mindenki elolvashatja. Én is már elemeztem ilyen kikerült anyagokat. Tehát ez nem valami kiszivárogtatás, ez teljesen, teljesen hivatalos anyag. És az volt, hogy kicsit faragtak itt-ott a gyáron, mert ugye a helyi előírások, meg hogy jaj, veszékeltek a környékbeliek, hogy nem lesz elég ivóvíz, mert a vízmű nem tudja növelni a termést, akkor csökkentsék, hogy a vízigényt, hagyjanak el ilyen-olyan berendezéseket, megtették, néhol egy kicsit alacsonyabb lett a gyár, megtették, oké. És akkor ott volt egy ilyen hír is, hogy egyébként meg lekerült a tervekből az akkumulátorcella gyártóüzem. Amivel én sem nagyon tudok, milyen információt, tehát ez az információ, én sem tudok nagyon mit kezdeni, mert ez azt jelenti, hogy máshonnan fogják venni az aksikat, lehet, hogy van egy deal valakivel, amiről még nem tudunk, és a cellákat valaki más fogja gyártani. Ami nem tűnik logikusnak, mert hát nem efelé halad a Tesla, sőt, afelé halad, hogy még a Panasonic helyett is majd előbb-utóbb maguk gyártják a saját celláikat, úgyhogy nem értem. Mindenképpen érdekes, ilyen kis apróbetűs kis mínuszos hír volt az összes többi anyag, az anyag 10 000 oldalon belül valahol, de többen megtalálták, és szerintem is izgalmas. Hát igen, most mindig az jut eszem, amit mindig te mondasz, hogy mutassa az akkumulátorgyárát, hogy hol van az akkumulátorgyár, és itt most igen, és most kicsit így megkérdőjelezett bennem, vagy fölmerült a kérdőjel bennem, hogy akkor most hogy fog a Tesla autót gyártani itt Európában, hogyha nem lesz akkumulátor hozzá. Volt egy felétés, az egyik kommentben láttam valakit, hogy hát meg csökkentették az üzemkapacitását, az is nem csökkentették az üzemkapacitását. Ugye azt mondták eredetileg, hogy kb. 500 000 autóra tervezik az üzemet, de ugye ez nem egyszerre épül ki, ahogy látjuk Kínában is, meg mindenhol, tehát hogy igazából ez fázisokban történik. Az első fázis a Model Y gyártósora lesz, fölülről ezt a szokásos ilyen, a fölülnézetből a gyári ezt a szokásos ilyen, hát gyémántnak hívják, mint a régi rajzok vagy grafikák a Gigafactory-ról, az elsőről, a Nevada-iról, tehát ezt a formát adják ki, és ott lehet is látni, ha valaki látta ezeket a rajzokat, hogy ez a gyár, ez a negyede gyakorlatilag annak, ami később meg fog épülni, ez az első üzem, az a Model Y-nak a csarnoka. Úgyhogy a darabszám az elvileg marad, a tervek nem változtak, na de hol lesz ehhez aksi? Jó kérdés. Elképzelhető az, hogy ez az új száraz elektródás gyártás technológia tette lehetővé, vagy teszi lehetővé, hogy kevesebb helyen kisebb energia és víz felhasználásával? Nyilván elképzelhetőnk azt mondták, hogy nem kell erre egy külön épület,
hanem majd esetleg a... sarokba beállítjuk azt a hűtőszekrényt, amelyik legyártja. Örülbelül, ami legyártja 10.000 akkumulátor cellát per másodperc, igen. Nem tudom, de simán elképzelhető, ugye azt tudjuk a nevadai Gigafactory-ban is, hogy elég nagy gyár, még akkor is, ha csak a harmada épült eddig meg, mert egyszer nem volt rá szükség, mert annyit fejlődött a technológiájuk, hogy az eredeti terv, ami 35 gigawatt-óra kapacitás lett volna a legyártása ott, azt a jelenleg már elérték az egyharmadnyi épülettel, tehát ennyit fejlődött a technológia időközben. És hogy ott is az is egy több szintes épület, és belül is a második szinten belül ketté bontották végül, és három szint lett. Tehát itt is lehet simán úgy döntöttek, hogy elférnek ott még gépsorok, nem tudom, de szerintem a válaszra valószínűleg szeptemberig kell várni, szeptember 15, most már Elon újból megerősítette a Battery Day, tehát amikor megtudjuk az új csodaaksinak a részleteit, szerintem akkor kapunk erre választ. Most itt két dolog jutott eszembe, hogy ez rosszabb, mint ezek a sorozatok, amelyek majd a következő szezonja jön, és akkor várni kell, nem tudom, 6 hónapot. A másik meg az, hogy annyit tologatták már ezt a battery day-t, hogy lassan olyanok lesznek, mint a Nikola teherautógyár. Hogy... Jaj, ez is nagyon gonosz volt. Nagyon gonosz volt, ez nagyon nem fér. Figyelj ide! Lehet, hogy kijönnek egy hidrogénes megoldással. Igen. Vagy levegővel fog menni az autó, nem mint a csodatalálmányok általában. Nem, hát azért az érthető, hogy mondjuk ebben a jelenlegi helyzetben miért nem tartottak ilyen nagy sajtóeseményt, illetve azt is tudjuk, vagy hát legalábbis múltkor én így vettem ki, amikor írtam róla egy cikket, így raktam össze a puzzle-nek az elemeit, hogy gyakorlatilag ők szeretnék rögtön egy demóval is ezt, tehát nem csak az, hogy hát akkor itt van a rajz és betszóra, hanem ténylegesen megmutatni a gyárat, esetleg már kiállítani olyan prototípust, vagy esetleg olyan szériautót, amiben van valami ebből a gyártmányból, és ezért azt mondták, hogy legyen ez meg, és ugye nem tudtak gyárat építeni. Most májusban elkezdték, most láttam egy friss képet, hogy már építik azt a harmadik szintet arra az épületre, és ott a Fremonti gyár szomszédsága van, ami az új aksikat fogja gyártani. Úgyhogy nem csak megkapták az engedélyeket, amit múltkor írtam, hanem most már fotó is van róla, hogy elkezdték építeni a harmadik szintet, és közül ugye belül is alakítják át. Tehát szerintem ezért is tologatták, hogy legyen már mit felmutatni. Másik meg az, hogy a koronavírus miatt nem igazolhatott ilyen nagy, több száz fős rendezvényt tartani. Alapvetően azt elfogadom, hogy ugye nem készült el a gyár, és ők már a gyártásról szeretnének hírt adni, és azzal egy időben szeretnék bemutatni, de azt igazából mai technológia mellett nem igazán értem, hogy miért ne lehetne online megtartani egy ilyen rendezvényt. Tehát... Verzió, hogy akkor lesz egy online bemutató, és aztán lesz egy második, egy demo nap, amikor meg is lehet nézni, azt úgy döntöttek, hogy legyen inkább egybe. Hát most nézd, alapvetően egyén azt mondom, mint Tesla részvényes, hogy egyébként az a gyár, vagy a cég ilyenkor mindig saját magát lövi lábon, hogyha valamit túl gyorsan rántja a leplet valamiről. Most gondolj bele, bejelentenék, hogy hát akkor itt az új cellánk, és akkor mi van most július 3-a van, hát jövő év márciusától ez lesz a Model Y-ban, meg a Model 3-ban. Szerinted mi történne a mostani Model Y-s Model 3 eladásokkal? Hát ha nem is belállnának a földbe, de mondjuk lecsökkenne a 30%-ára. Abszolút, igen. Én ezt akartam is az előbb mondani, hogy ez nagy valószínűséggel inkább stratégiai döntés a Teslától, nem pedig egy ilyen kényszer jellegű dolog, és emiatt tudom azt elképzelni, hogy valóban a gyárépítés csúszása miatt, tehát a Covid miatti csúszás okozza azt igazából, hogy tologatják ezt az eseményt, hogy tényleg már arról tudjanak beszámolni, hogy mit tudom, 2 hete ez az akkumulátor kerül az új Model Y-ba, meg Model 3-ba. Vagy ha nem is abban, de a Model S-ben, a Model X-ben. Na hát úgy látom, hogy a 15 haszontalan dolog, vagy fölösleges dolog az autókba téma az megint lekerült a napi rendről, vagy hát nem maradt rá idő, de nem baj, mert most azért ennél sokkal jobb témáink voltak. Úgyhogy köszönöm szépen Gáboroknak, meg Balázs neked is, hogy velünk voltatok, illetve a hallgatóknak, hogy végighallgatták ezt a műsort. Ahogy mondtam, tegnap forgatni voltunk, úgyhogy újra visszatérnek a YouTube csatornán a videóink, remélhetőleg egy sokkal jobb színvonalban, mint ahogy eddig csináltuk. Igyekszünk profibbak lenni, jobban csinálni. Úgyhogy ha még nem tettétek meg, akkor iratkozzatok fel arra a csatornánkra is, illetve hallgassátok a Villanyórát a jövőben is, és osszátok meg másokkal is, hogyha valaki ez iránt érdeklődik. Köszönjük, és egyébként, aki nézte, igen? Az Instagram munkat, csak annyi, az látott már egy pár ilyen verkképet, sőt, egy pár fotót is arról, hogy hol forgatatok videót, meg milyen videót forgatatok a Korzáról. Szerintem az eddigi legprofibb anyagunk lesz valószínűleg, úgyhogy tényleg nagyon színvonalas lesz ezúton is. Képileg teljesen biztos. Igen. Én nekem még lehet, hogy fejlődni kell egy kicsit. Jó lesz, de... jó lesz.
Én szerintem, amit láttam bele, nagyon-nagyon tuti lesz, úgyhogy mindenkinek javaslom, hogy nézze meg. Igen, az Instagram csatornánkat nem szoktuk itt promózni, de ott is lehet bennünket követni, mert időnként megosztunk egy-egy érdekes fotót a jövőbeni anyagainkról, a készülő projektekről, úgyhogy ott is érdekes dolgokat lehet látni. Na hát nem maradt más hátra, mint elköszönni, úgyhogy sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!